Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani. Érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Tudták, hogy hazánkban a legnagyobb tökök gárdonyban teremnek? Ehhez persze szükséges a speciális mag és az odafigyelés, sőt az sem árt, hogyha hintőpor és napernyő is van otthon. Kessler László többszörös tök királynál jártunk, aki most úgy döntött, hogy külföldön is bepróbálkozik óriási tökeivel. Kessler László napi rutinjához hozzátartozik, hogy leméri a tökeit. A töktermesztő korábban Angliában élt, ott szeretett bele az óriás tökökbe. Mikor hazajött, speciális magokat rendelt és elültette őket nagyszülei kertjébe. Már terveztem, hogy haza fogok jönni, akkor láttam ilyen magazinokban ilyen nagy óriás tököt, és gondoltam, hogy a nagypapám régi kertjébe egy-kettővel megpróbálkozom, és hát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy most már közel állok a sikerhez. Az első az nem volt különösen nagy, ilyen 40-50 kiló körül, és elvittem a Rácalmási Tökfesztiválra, ahol teljesen véletlenül sikerült nagy szerencsével tulajdonképpen egy ilyen tök királyi címet elhódítani, és onnantól kezdve elkezdtem komolyan venni, úgyhogy érdeklődtem azután, hogy honnan lehet esetleg komolyabb fajtamagokat szerezni, hogyan lehet különböző kertészeti technológiákkal a töknek a méretét növelni. Rengeteg ilyen szakkönyvet olvasgattam róluk, és akkor így szépen évről évre cseperedtek a tököcskék. Azóta minden évben egyre nagyobb termések születnek. Az óriási növények meghálálják a gondoskodást, hiszen naponta akár 5 kilót is híznak. Ehhez azonban komoly odafigyelésre van szükség. Ezeket a tököket nem a méhecskék porozzák be, hanem én saját kézzel tulajdonképpen, mert így tudom megőrizni a fajta jellegüket, és ilyesmi. Méretre körülbelül egy ilyen tök, jelen pillanatban például az a tök, ami ott van hátul, nemrég mértem meg, mielőtt érkeztetek, körben a töknek a kerülete 3 méter 45 centi, és a csúcsán egy ilyen keresztmérés mértem, az egyik méret az 2 méter 10 centi, és 2 méter 20 centi. Ezeket a számokat összeadom, ehhez tartozik egy táblázat, amiben gyakorlatilag köbcentiméter alapján meg lehet határozni körülbelülre a töknek a méretét, és eléggé pontos ez a táblázat, ebből tudom, hogy ez a tök valahol most jelen pillanatban 260 és 280 kg között van. Használni kell különböző levéltrágyákat, szerves trágyákat, öntözni kell őket, és hát ugye gondozni kell őket, foglalkozni kell vele sokat. Akár mondjuk, ha megreped, be kell hintőporozni, vagy propolisszal meg kell csepegtetni a repedéseit, nehogy véletlenül valami baktérium belemenjen, és akkor belülről elkezdjen rohadni, és az ember csak így növeszti őket, aztán egyik pillanatra másikra így összedől az egész tököcske. Aztán napernyővel takargatni kell őket, hogy a héja az ne keményedjen fel, ezért gyorsabban tud növekedni, mint egy lufi. Sok esetben még le is szoktam őket takargatni. Az indáit be kell mondjuk ásni, hogy minél nagyobb legyen a gyökér szerkezete. A leveire nagyon vigyázni kell, hogy ne kapjanak el betegségeket. Ismételten mondom, hogy nagyon fontos a levéltrágyázás ezeknél a tököknél, ezeket hetente meg kell ismételni, attól függően, hogy milyen koruk van, és akkor ahhoz igazítani kell a levéltrágyának a használatát, rendszerességét például. Úgyhogy igazából kertészeti technológiában is eléggé összetett tulajdonképpen ez a kis hobbi. Idén eljutottam Miskolcra, ahol volt egy tanárnőnek egy nagyon kedves kezdeményezése, egy mezőgazdasági iskolába, ahol a srácok a nyári időszakban óriás töktermesztéssel kezdtek el foglalkozni tulajdonképpen, és ott azért nagyon jó ez a dolog, mert a srácok különböző kertészeti technológiákat játszva sajátíthatnak el egy ilyen tökön például. Fontos mozzanatok ezek, hiszen a töktermesztő versenyre készül. Kessler László többszörös rácalmási és szintén többszörös őrségi tök király. Most a határon túl is nevezne az egyik mostrummal. A legnagyobb tök már most 270 kilót nyom, ez akár 300 kilósra is dagadhat. Idén
szeretnék elmenni Szerbiába, a Délvidékre, Nagykikindára, ott van a Magyarországnak tulajdonképpen a legnagyobb tökfesztiválja, és úgy néz ki, hogy ezek a tökök, amik itt vannak a kertemben, esélyesek legalábbis arra, hogy az első három helyezetbe bekerüljenek. Jelen pillanatban a legnagyobb tök, ami itt van a kertemben, az körülbelül 270 kg, és ha minden jól megy, szeptember 20-áig ennek a fesztiválnak a kezdetéig még közel két hét van, ha jól sikerül, akkor az egyik elérheti akár a 300 kg-ot is, ugyanis ezek a tökök ebben a méretben már akár 2, 3, 4 vagy akár 5 kilót is nőhetnek egy nap. Én azt gondolom, hogy azért nagyon sokat lehet még fejlődni ebbe a témában. Először is mindenképpen, ha lehetséges, akkor szeretném elhódítani a Délvidéken, Szerbiában ezt a címet. Ugye van itt Rácalmás, a Zsőrség, és a következő helyszín, amit jövőre meg szeretnék majd próbálni, Ausztriában van a következő legnagyobb tökfesztivál, ott már valahol ilyen 500 kiló környékén vannak a legnagyobb tökök. Azt gondolom, hogy elég tapasztalatom van ahhoz, hogy most már ennek is neki tudjak állni jövőre. A töktermesztő a szezon után megszabadul az óriásoktól. Volt már, hogy elefántok gyomrában landoltak a tökök. Felszoktam még őket ajánlni jótékonysági célra, amikor már így vége van ezeknek a tökfesztiváloknak, versenyeknek. Volt már rá például, hogy az budapesti állatkertben megették az elefántok. Most szintén megyek ennek a középiskolának a 75 éves évfordulójára bemutatni őket. Esetlegesen gondoltam arra, hogy ha méretben már akkorák lesznek, ami most már elképzelhető, akkor lehet, hogy evezek velük egyet a Velencei tóba. Nem tudom, majd még kitalálom, addig van egy pár hét, amíg szegényeknek végük lesz. Amúgy a leszedés után is körülbelül még egy hónapot képesek élni, tehát hogyha meg vannak karcolva, a szállításnál megsérülnek, akkor képesek saját magukat behegeszteni, és akkor leszartjuk egy ilyen kis seb, de különben még egy hónapot életképesek, miután leszedem őket. Kedves történeteket, népmeséket hallgathattak a hármas számú idősek otthonának lakói, közismert székesfehérvári személyiségektől. A program célja az önkéntesség népszerűsítése volt. A Jótékonyság Világnapja alkalmából közismert székesfehérvári önkéntesek tartottak felolvasást a hármas számú idősek otthonában. A program célja, hogy népszerűsítsék az önkéntesség kultúráját. Így ismerkedtem meg a kisherceggel. Hosszú időbe tellett, míg megértettem, honnét jött. A kisherceg ugyanis engem elhalmozott kérdésekkel. Az enyémet azonban, mintha meg se hallotta volna. Lassanként, véletlenül elejtett szavakból tudtam meg, amit megtudtam. Így, amikor először látta meg a repülőmet, azt kérdezte, hát ez meg mi a szösz? Ez nem szösz, ez repül. Repülőgép, az én repülőgépem. Kedves történeteket hallgathattak az idősek szerdán délelőtt az otthonban az önkéntes felolvasók jóvoltából. Gonda Emma népmesemondó is részt vett a programon, azt mondja azért, hogy örömet szerezzen az időseknek. Évek óta ismerjük az otthonnak a lakóit, járunk hozzák vizuális alkotó foglalkozásokat tartani, és már a tavalyi évben is a foglalkozások előtt mesét mondtunk nekik. És amikor ez a kezdeményezés minket először tavaly megtalált, akkor is örömmel csatlakoztunk hozzá. Abban különbözünk, hogy én nem olvasom a mesét, hanem én élő népmesemondó vagyok, tehát hogy népmesét fogok mondani idén is nekik. Egy Mátyás mesét mondanék, és egy Krisztus történetet. Azért gondolom, hogy csatlakozunk ehhez, vagy csatlakozom ehhez, mert hogy a mese az életkortól függetlenül mindenkit meg tud érinteni, és a reakcióikat ismerve ez nagyon jól szokott sikerülni. Egyrészt Mátyás év van, és ezért esett a Mátyás mesére a választás.
A Krisztus mesék pedig a Parasz Bibliában vannak bent, ami viszonylag kevésbé ismert, de nem is gyermekmesék, hanem felnőtteknek készül gyűjtemény. Évek óta próbálunk, mi a játszótárs játékkészítő műhelyjel jöttünk, a Sevel Zsuzsa és én. Évek óta próbálunk gyermekrendezvényeken is és idősek rendezvényein is részt venni, aktívan bekapcsolódni ebbe a munkába. Egyszer, amikor vándorolt, elért egy pusztára, az pusztán semmi más nem volt, csak egy csőszkunyhó, egy pásztorkunyhó. Megéletődzött a pásztorhoz, a pásztor örömmel fogadta, meg is vendégelte, megvacsoráztak, és közben jót beszélgettek. Na, ennek a pásztornak volt egy kutyája, úgy hívták, hogy Gurúj kutya. Attól volt Gurúj, hogy annyira ügyesen szedte a lábát, hogy soha se le nem maradt a pásztor csizmái, bocskorai mellől. Ott gurult mindig a pásztor mellett. Megkövetkezett a következő reggel, elbúcsúztak egymástól, de Mátyás még búcsúzóul megkérdezte a pásztornak a nevét. Pásztorunk megmondta, s Mátyás fölvéste a pásztorbotjára, vándorbotjára, s elindult haza. 2013-ban magyar kezdeményezésre az ENSZ szeptember 5-ét Kalkuttai Szent Teréz halálának napját a Jótékonyság világnapjává nyilvánította. Ebből az alkalomból már másodszor szervezte meg a programot a Fejér megyei család esélyteremtési és önkéntes ház azzal a céllal, hogy az önkéntesség kultúráját népszerűsítse. A Jótékonyság világnapja alkalmából szerveztük, és második alkalommal. A célunk az az önkéntességre való figyelemfelhívás. Fontos számunkra, hogy ez most nem jelentkeztek az önkéntesek, és nem toborzás történt, hanem mi kértük fel a személyeket, és próbáltunk prominens személyeket felkérni erre a feladat. És ezzel az volt a célunk, hogy tényleg minél jobban felhívjuk a figyelmet az önkéntesség fontosságára. Három szféra vesz részt, ennek nagyon örülünk, nagy öröm számunkra, mind a civil szféra, mind a for profit és mind az állami szféra szereplői képviseltetik magukat itt a mai napon. A címe az, hogy mesélj egy szép történetet. Itt az idősek otthonában már megszokott társaság vagyunk, több programot is szerveztünk már nekik, és az önkéntesek társalgókban és a szobák is felolvasnak meséket, novellákat, történeteket, vagy akár mondhatnak is maguktól. Akik nem tudnak kimozdulni már a szobájukból, ők a szobába hallgatják. Nagyon nagy örömmel fogadnak minket, tavaly is nagyon sikeres volt a program. Az idősek nagyon örültek, és az önkénteseink is mind nagyon-nagyon-nagyon boldogan és nagy felülmúlt a számításaikat, hogy milyen élményekkel mennek haza. Ez egy hagyományos program, ez a harmadik, de Jótékonyság világnapjára 2012 óta szervezünk programot. Ez a mesélj egy szép történetet, ez a második alkalom, de ezt hagyomány szerinten szeretnénk. Volt egyszer két jégtöm. A hosszú télen keletkeztek egy sziklás, bozottal körbevett üregben a hegyoldalt beborító erdő közepén. Makacs közönösséggel méregették egymást. Viszonyuk meglehetősen hűvös volt. Néhány jó napot, egy-két jó estét, semmi több. Jégtörésről szó sem volt. Mind a ketten azt gondolták a másikról, igazán eljöhetne hozzám, de a jégtömbök egyedül nem tudtak elmozdulni a helyükről. Így nem történt semmi, és a jégtömbök még jobban önmagukba zárkoztak. Mások mellett szerkesztő riporter kolléganőnk Séda Szilvi, Kocsis Noémi újságíró, Bacsó Noémi az önkormányzat munkatársa örvendeztették meg az otthon lakóit novellákkal, mesékkel, akik örömmel fogadták a kedveskedést. Azért tartottam fontosnak, hogy eljöjjek és egy szép történetet felolvassak az itt lévő időseknek, mivel nekem is van egy nagymamám, aki pont tegnap előtt lett 85 éves, és sajnos nem tudtam hazamenni a születésnapjára, hogy neki verseljek, vagy mondjak egy szép történetet, de ahogy felhívtam telefonon, és mondtam neki, hogy ide fogok jönni az időseknek segíteni, nagyon örült, és mondta, hogy ez neki nagyobb boldogság, hogy így segítek, mint hogy haza tudtam volna menni. Én egy úgymond felnőtteknek szóló mesét hoztam, a Kis Herceget. Úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen a fiatalabb korosztálynak való, hiszen nagyon elgondolkodtató, és inkább arról szól, hogy miért jó és miért nem jó felnőttnek lenni, miért kell még ezt a gyermeki álomvilágot megélni. Próbálok sokat jótékonykodni, mind az emberek felé is, de mind az állatok felé is, mert nagyon nagy állatvédő vagyok, ezért próbálok az állatvédő szervezeteknek is segíteni, amiben csak tudok. Az olvasás a hétköznapjaimat
azért általában kitölti, mert szoktam olvasni, leginkább az igaz történeteket szeretem, és a Trutkó könyveket szoktam olvasni a leginkább. Van olyan könyv, amit el tudok olvasni egymás után háromszor is, mert annyira megfog a mondani valója és a története. Itt tessék aláírni, nyújtotta a postás, a kertkapuból az agyonfarigcsák tintaceruzát ajánlott. Majd a címzett aláírja. Mari begyűrte napszitta kockás blúzát a halásznadrág korcába, és gerebjére támaszkodva végigmérte az új postást. Sosem látta még a Tátika utcában. Én nagyon örülök neki, mert én szerintem sok ember van ittem, sok asszony, akik csak úgy el vannak, csak úgy se ugyan se van. Én szerintem se ugyan se vannak. Mert aztán már jó az, hogyha az emberrel foglalkoznak, és az Esztika is, pláne meg a Gabika úgy tudják, hogy olyan találós kérdéseket, meg ilyesmiket, más ügyeket, hogy az embernek eszébe kell jusson, hogy jaj, hogyan is volt. Az önkénteseket továbbra is várja az intézmény, akik a képernyőn látható weboldalon jelentkezhetnek. Bár újra nyárias napoknak örülhetünk, az időjárás szeszélyességén azonban érezhetjük, hogy az ősz megérkezett. Ebben az időszakban fontos, hogy erősítsük immunrendszerünket, hogy ne betegedjünk meg az évszak alatt. Egyre hűvösebb nappalok és hidegebb éjszakai levegő érzékelteti, hogy itt van az ősz. Az esős, kevésbé napsütéses időszakban az immunrendszerünk legyengülhet, érdemes védekezni a betegségek ellen. A probléma az immunrendszerünk készültségével van. Ilyenkor az ősz időszak elején föl kell tölteni a tartalékainkat, vitamin szükséglet megnövekszik azért, hogy a kezdődő járványos betegségek esetén már felkészülten várjuk a különböző kórokozókat. Érdekes adat, hogy a bélrendszerünknek a felülete két focipálya annyi méret is el lehet képzelni, hogyha ezen elterülnek a baktériumok, akkor mekkora behatolási felületet jelentenek ezek a szervezet számára. A legfontosabb, hogy D-vitamin és C-vitaminnal lássuk el magunkat, akár írassuk fel házőrorssal, akár vén nélkül, mert ezek a vitaminkészítmények az immunrendszerünket is erősítik, nem csak a csontra hatnak. Az emberek azt gondolják, hogy a nap önmagában egy ilyen erősítő hatással bír. Valójában a D-vitamint készíti el a napsugár, és ezért nyáron jobban érezzük magunkat, mert az immunrendszerünk is aktívabb, és az tévhit, hogy télen több a baci, mint nyáron, ugyanannyi van, csak jobban fel vagyunk készülve rá. Ezért javasoljuk még mellette a sétát. Tehát még az őszi-téli időszakban is, ha kicsit fényes, tehát hogyha napsütés van, vagy mondjuk tisztább a levegő, egy 20-30 percet tartózkodjunk a szabadban. A D-vitamin és a C-vitamin mennyiségét, hogyha be akarjuk vinni, nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt kellene ennünk, valamint halféléket, és a tapasztalatunk az, hogy a lakosság nem fogyaszt ennyit. Egyrészt drága lenne ennyit megvenni, másrészt koncentráltan kéne bevinni, és nem mindig bírja a bélrendszerünk. Ezért javaslom a vitamin készítményeket, mert abban a napi mennyiséget összekészítik, és akkor ezzel pótolhatjuk gyakorlatilag azt a hiányt, zöldség-gyümölcs szükségletet, amit a pénztárcák miatt nem tudnánk megvenni. Nyáron a napsugara készítik el a D-vitamint, ősszel már kevesebb sugár éri a bőrünket, ezért jó, ha szedünk külön vitaminkészítményt. A mozgás, séta is fontos a tiszta levegőn, segít egészségesnek maradni. Mivel nem tudunk annyi zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, amennyi vitamin szükségletünknek elég lenne, a szakember szerint multivitamin szedése a legajánlottabb. Nem kell túl nagy dózisú vitamin, tehát amikor nincsen probléma, akkor egy általános, normál dózisú multivitamin nagyon megfelel gyerekeknek, felnőtteknek. Ha már valami probléma van, gondolok itt én arra, hogy esetleg veszélyeztetett csontritkulásra, vagy valamilyen bőr probléma van, vagy szem probléma van. Tehát ha már valamilyen problémától szenvedünk, akkor annak megfelelően külön specifikus vitaminokat nagyobb dózisban javasolok szedni. De hogy ne csak a vitaminokról beszéljünk, az ásványi anyagok legalább ugyanilyen fontosak. Ugye természetes módon a zöldségekből tudjuk ezt pótolni, de azért azt látjuk, hogy a gyerekek körében is, de felnőttek körében is nagyon kevés a zöldségfogyasztás. Tehát mindenki, szinte mindenki ásványi anyag hiány.
hagyományos, hogy az ásványi anyagokat külön pótolni fontos, mivel hogy a vitaminok nem is szívódnak fel ásványi anyagok nélkül. Vannak teljesen természetes ásványi anyag kivonatok, amelyeket tengervízből, sósvízből, zöldségekből, egyéb dolgokból vonnak ki. Ezek csepp vagy kapszula formájában léteznek, és hát vannak szintetikus ásványi anyagok is, ezeket is kapszulás formában lehet kapni. Ilyenkor fokozottabban gondolni kell a bőrápolásra, főleg azokra a részekre, amelyek majd a ruhán kívül esnek. Tehát gondolok itt ilyen nyakra, arcra, dekoltásra, kezekre. Most már szerencsére nagyon sok olyan organikus bőrápolószer kapható, amelyekben nincsen kőolaj származik. Ugye tudjuk, hogy nagyon hosszú ideig olyan krémeket, olyan kozmetikumokat kaptunk és használtunk, amelyekben kőolaj származékok voltak, és aztán kiderült, hogy ez milyen káros a mi szervezetünkre. Most már nagyon sok olyan van, ami argánolajas, kókuszolajas, jojobaolajas, tehát különböző növényi olajakból származó készítmények, amelyeket mindenféleképpen javasolok valamilyen formában, vagy este, amikor valaki hazaér, letisztálkodik, és utána lekenni a bőrét, hogy egy kicsit feltuningolja, vagy reggel mielőtt elindul, hogy védje magát, főleg, hogyha olyan munkahelyen dolgozik, hogy többet van kitéve a környezeti ártalmaknak, akkor mindenféleképpen. De, hogy itt is szóljunk a belsőleges dolgokról, tehát akinek érzékenyebb a bőre, tudja, hogy jobban hat rá téli hideg, ott mindenféleképpen gondoljon a plusz A és E vitamin bevitelre. Az emberek nagy része már készül az ősz immunrendszerünket érintő kihívásaira. Sokan már most az évszak elején beszerzik a készítményeket. Szedem az immunerősítőt, meg homoktövis levet fogok az ősszel vagy a tél folyamán fogyasztani. Ez az, ami eddig bevált? Igen, minden évben ezt szoktam. Az ásványi anyagok is legalább ilyen fontosak, hiszen ezek nélkül a vitaminok fel sem szívódnak. Vannak természetes zöldségekből, tengervízből kivontak, és léteznek szintetikus ásványi anyagok is. A bőrre is érdemes gondolnunk a fitoterapeuta szerint. Sok kőolaj származék nélküli készítményt lehet már vásárolni, kókuszolajjal, argánolajjal, jojobaolajjal. Plusz A és E vitamin bevitelre is gondolnia kell annak, akinek jobban igénybe vett bőre van. Már javában zajlanak a Chicago című színdarab próbái a Vörösmarty Színházban. A főszereplők pedig mindent megtesznek erőllétük és állóképességük javításáért, amit mostantól szakember is segít. Ének, tánc és sodró lendületű cselekmény, mindez fémjelzi a világhírű Chicago című darabot, persze ehhez jó erőllétre is szükségük van a művészeknek, a Vörösmarty Színház két népszerű színésznője, Varga Gabriella és Kis Diana Magdolna mostantól szakmai vezető segítségével dolgozik és edz mindezért a Kettler-Fehérvárban. A színésznők ugye készülnek, most lesz egy nagy bemutató, Chicago, és erre szeretnének felkészülni, de én szerintem meg fogom őket fűzni arra, hogy folyamatosan jöjjenek, hiszen hát az egészség, a sport az úgy mindenképpen fontos az ő életükben. De szerencsénk van, hiszen hát nagyon jó anyagból dolgozhatunk, jó az alapanyag, mert hát sportosak a lányok, itt csak arról van szó, hogy még egy picit hozzáteszünk ahhoz, hogy jobban bírják ezt a táncos, énekléses, megterhelő feladatot. Akkor mondhatjuk azt, hogy alapozás lesz, de akár a mozgás az jó a stressznek az oldására, a feszültség levezetésére is? Én azt gondolom, hogy az a szerencsés helyzetünk, hogy ők sokat sportolnak, mozognak, hiszen hát maga a színészet, meg az előadások sok táncot, mozgást tartalmaznak. Ez egy picit másabb típusú mozgás lesz, és ezért fog tudni hozzátenni az ő életükhöz még sokat. Az első edzésre a Fehérvár Televízió kamerája is elkísérte a színésznőket. Vért és verejtéket várok az edzésektől, illetve hogy az állóképességemet javítsam. Ez az első számú feladat számomra. Ugye kilóban nem vagyok sok, tehát 54 kiló vagyok. Kicsit hízhatnék, de könnyebb ezt a súlyt megemelni, mintha több lennék, de lihegni nem szeretnék a színpadon.
Miért pont a Chicago kapcsán jön jól mondjuk azt, hogy az állóképességet javíthatod? Milyen kihívásokat tartogat ez a darab? Hát ugye Varga Gabrielával ketten játsszuk a két női főszerepet, Roxy Hartot és Velma Kellyt, és nem kevés tánc és zene és éneklés van ugye, amit végre kell hajtanunk, és én ugye több zenés főszerepet játszottam már életemben, és mindig nagy fontosságot fektettem arra, hogy ne az hallatszódjon, hogy én küzdök az életemért egy dal eléneklése után, hanem hogy utána egészségesen meg tudjon szólalni az ember, és ne lihegjen. Az egészséges életmód egyik színésznőtől sem áll távol, a mostani lehetőség mégis pluszt hoz majd az életükbe. Azért külön örülök, mert ez egy tipikusan olyan dolog, amit legalábbis én így már hosszú évek óta halogatok. Tehát nem feltétlenül fogyás szempontjából, hanem hogy a kondíciót újra visszaszerezzem, és mind jó szokás szerint majd, meg hova, meg hogyan, oda bonyolult, és amikor konkrétan adódik egy ilyen lehetőség, hogy na, akkor ide kell jönni időpontra, itt a hely, és itt a lehetőség, akkor ennek nagyon örültem, és hát most pont most van rá a legnagyobb szükség. Tehát ez a kettő itt tökéletesen találkozik, mert a Chicagónál, ahol végig énekelni, és végig nem kevés tánccal, és az bírni szuflával, és azt tényleg el is énekelni, ahhoz azért kell állóképesség. Úgyhogy mi ezt kértük az Ádámtól elsősorban, nyilván aztán lehet, hogy lesznek személyes kérések is, de hogy a kondícióban, az állóképességben segítsen nekünk, hogy ezt az előadást végig tudjuk csinálni tánccal, énekkel, úgy, ahogy azt kell. Nem tudok, hogy azért egy próbaidőszak az megterheli mondjuk akár az idegeket is, hiszen azért a stressz ilyenkor adott, a mozgás a stressz levezetésére is jó, nem? Hogyne, én például most ki kellett itt tölteni egy lapot, és rajta volt a stresszoldás, kíváncsi vagyok, hogy ez mit akar, biztos, hogy rá fogok kérdezni, és hát az is visszahat, így van, akár az izomzatra is, ugye sok mindenkinek vagy a vállán, vagy a nyakán jön ki a feszültség, meg végig egész nap ugye mindez magas sarkúban, nekem például van egy műtött térdem, ami még jó pár évvel ezelőtt történt, de azért szerintem most rá kell előtte erősíteni, hogy ne legyen közben semmi probléma. Persze a testmozgás jótékony hatásának köszönhetően nem csak az állóképességük javulhat, de stresszoldó hatása is van az edzéseknek. Fletcher Ádám azt is elmondta, a tervek szerint ez egy hosszú távú együttműködés a fehérvári edzőterem és a Vörös Marti Színház között. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!